Köszöntöm a hallgatókat és mindazokat a nézőket, akik az Agora Szavária podcastjét hallgatják, illetve nézik a Szombathelyi Televízió műsorán. Ez a Kolónia, én pedig Horváth Zoltán vagyok. Műsorunk Szombathelyről, mint városról szól, ezért talán egy picit meglepő, hogy mostani vendégem Kelemen Zoltán, Vörös Endor Színház színművésze, akivel mégiscsak a városról szeretnék picit beszélgetni. Aki követi a munkásságodat, és tegeződünk, hiszen a mindennapi életben is tegeződünk, aki követi a munkásságodat, az a nyugat.hu cikksorozatából, a Facebookról, vagy akár még a Klubrádióból is esetleg arról értesülhetett, hogy aktív módon próbálsz ismeretet terjeszteni Szombathellyel kapcsolatosan. Ez szerintem önmagában annyira nem adódik abból a foglalkozásból, amit űzöl. Nagyon sokan vannak helytörténeti kutatók, akik levéltárosi múlttal, könyvtárosi múlttal, történészi háttérrel foglalkoznak magával a várossal. Hogyan adódik az, hogy ezzel elkezdtél foglalkozni, és hogyha én nem tévedek, de majd akkor helyesbít tesz, hogy valahogy én ezt a pandémia környékére teszem, legalábbis azokat a bejegyzéseket onnantól kezdve kezdtem el követni, amit vagy fotókkal, vagy kis kommentekkel, vagy akár egy teljes cikkel is közzétettél mostanában. Tehát ez pontosan így van, tökéletes volt a bevezetés. Kicsit visszamennék a felkonfódnak az elejére. Szerintem én vagyok a városban az egyik, vagy az egyetlen színész, aki a legkevesebbet nyilatkozik a saját szakmájáról, viszont másról nagyon-nagyon szívesen megnyilvánul. Ez azt jelenti, tehát, hogy egy következő műsorban majd színészként igen, is vendégül látunk. Finoman felhívom a figyelmet mindenkire, hogy van egy szakmám, ugye? Nem, most ez a viccet félretéve. Valószínű, hogy azért ülök itt most veled, mert hogyha helytörténész lennék, és ezzel foglalkoznék, az önmagában egy szakmai feladat nem annyira érdekes. Hogyha azért nem színészként ülök itt, mert van jó pár színész itt, meg esetleg jobban futó név is van, aki sokkal izgalmasabb, és aki a pályáról megnyilatkozik, de lehet, hogy ez a kettő így mindenki számára egy kicsit érdekes, hogy egy színész, aki helytörténeti dolgokkal foglalkozik, ugye? Tehát valószínű, hogy most ez az érdekessége. Tehát ezzel, hogy az önmarketingemről beszélek, lehet, hogy jól belelőttem valami résbe, ugye? Na, majd akkor szerintem mindenképpen a fő szakmáddal kapcsolatosan is meghívunk. Egyébként meg azért ült itt, mert számomra nagyon izgalmas az, hogy aki nem ez a tanult szakmája, hogy történetekkel foglalkozzon, de mégis dramaturgiában, a várossal kapcsolatos narratívákkal kapcsolatban mégis egy önálló, vagy egy nagyon sajátos megközelítési módon. Pontosan, hát talán minden összefügg, ugye? Tehát, és nem akarom elfelejteni szavamat, majd visszacsatolok, a pandémia idején kezdődött nyilván, tehát amikor az emberek többsége mindenki ebben a hülye helyzetben próbálta újra definiálni önmagát, vagy az életének az értelmét. Tehát, hogy az első kérdés egy rövid válasz, ez egy jó út volt, mindig is érdekelt ez a téma. Pont. Az, hogy mindennel összefügg, az pedig engem, és valószínű az érdekes a megközelítés, mert nem pusztán, vagy talán a legkevésbé építészeti vagy helytörténeti szempontból érdekel ez az egész, hanem én ezt a dráma, vagy az ember, vagy az emberek lelke felől próbálom megközelíteni. Ugyanis egy épület, egy lépcsőház, annak a történet foszlányai, egykori ott élő embernek a sorsa, amiből valamit megtudunk. A mostani emberek, hogy miért költöztek, hogyan, miről álmodtak, a kor alapján hogyan torzult az életmód, a szociális helyzet, ez tulajdonképpen meg annyi minidráma és meg annyi történet, amiatt akkor mégis összekapcsolódik az én szakmámmal, hiszen mivel foglalkozunk? Hát jó esetben, szerencsés esetben ember általi ábrázolással, történetek elmesélésével, és az ember mozgató rugóinak, a legapróbb részleteinek a megismerésével és megmutatásával, illetve bizonyos történelmi kor és egyéb kontextusokba helyezésével és azoknak a kontextusoknak a megtalálásával. Úgyhogy tulajdonképpen ebben az egészben, azon kívül, hogy természetesen szerelmes vagyok
bizonyos épületekbe és annak a hangulatába, de ez az egyik vetület, a másik pedig egy ilyen sajátos kontextus keresés, ahol látom saját magamat, látom a koromat, látom a múltamat, adott esetben néha sajnos, vagy nem sajnos, a jövőt is. Mondtad, hogy újra fogalmazt. Tehát általában magukat a pandémia alatt az emberek, és hogy ezek a bejegyzések, gondolkodás a városról, ez neked is a pandémia ide alatti újrafogalmazásnak az egyik terméke. Így van, de így van, azt így azért van. Fontos elmondani, hogy te szombathelyi születésű vagy, és így nyilván egy lokálpatriótaként téged ez gondolom, ahogy felnőttél, igen, meg ahogy itt élsz ebben a térben, mindenképpen foglalkoztatod, de miért ezt kezdett el foglalkoztatni, miért nem kertet művel? Vagy tanultál egy új nyelvet, vagy bármi mással foglalkozhattál volna? Hát nyelvérzékem nincs, és lusta vagyok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tanuljál, olyan jó tanulni. Hát én gyűlölök szerepet is tanulni. Tehát, hogy egész 30 éve semmi más nem csinálok, csak tanulok, és néha úgy érzem, hogy a fejem olyan, mint egy ilyen megtelt kuka már. Tehát kifolyik belőle már időnként a szemét, idézőjelben mondom, tehát ezt nem kell komolyan venni. Tehát nekem ez magolásból, az tökéletesen elég, amit én az évi 4-5 bemutatómmal, meg az egyéb fellépéseimmel folytatok. Tehát nyelv? Nem. Hát a kert az egyszerű, hát nincs kertem. Tehát, hogy olyan indokolatlanul magas fizetések vannak a mi szakmánkban mindig, és fellépődíjak, hogy ugye nagyon keveseknek adatik meg, hogy ilyen lehetősége jó, legyen. Jó, de na érted, hogy miért a várossal kezdtél el foglalkozni? Tudom, nem fogom kikerülni, nem tudom, csak mondtam, hogy miért nem. A várossal pedig azért kezdtem el foglalkozni, mert próbálok tömör lenni. Mindig azt éreztem, hogy ebben sokkal több lehetőség, és méltatlan, ami az elmúlt évtizedekben történt ezzel a várossal. Méltatlanul nem érdekli az itt élő embereknek a nagy részét a miértek, a városnak a miértjei, a város fejlődésével kapcsolatban saját maguk élete. És számomra sokkal több titka van ennek a városnak, mint ami mondjuk a mainstreamen keresztül karnevál és környéke eljut az átlag szombathelyekhez. És próbáltam elmerülni, nyilván ez egy önterápia is, mert olyan borzalmas volt az az időszak lelkileg, meg minden szempontból, hogy próbáltam kívül helyezkedni ebből, és valami egészen más belső világba belehelyezkedni. Aminek tökéletesen tökéletes kulisszája volt maga a város, és a városnak a mély szövetéről való gondolkodás, és azon belül is nyilván, hogyha valaki olvasta vagy hallgatta ezzel kapcsolatos tépelődéseimet, munkáimat, akkor pont ezek a mély szövetek kerültek elő reflektorba, amik mondjuk annyira nincsenek benne a napi beszélgetésekbe, gondolkodásba, köztudatba. Ezt, hogy a város mélyebb szövete, ezt én is felírtam magamnak, hiszen ezt olvashattuk már korábban tőled, ezt te mondtad, megjelent talán az egyik Nyugat cikkedben, és valóban konzekvens vagy. És ezt azért is írtam fel, mert tényleg én is úgy látom, hogy a városnak a mélyebb szöveteit nagyon izgalmas felfedezni, és te egy kicsit úgy is mozogsz, mint egy detektív a városban. Volt is ebből. Na, mesélj. Nem mindent mesélnék el. Tehát volt ilyen szinte illegális belépés bizonyos helyekre, ezt már nyilván meggondolnám, és ezt már nem így csinálnám. Nem lett belőle probléma, de jó tanulság. Ne a konkrét sztori, de nem is fogom, azt nem. De felírtam magamnak, mert hogy ez is izgalmas számomra. Kicsit később tettem volna fel, de hogyha most már beszélünk erről, az is nagyon érdekel engem, hogy technikailag hogyan oldasz meg egy-egy bejutást. Elmondom, hogy miért, hogy aki nem ismeri
feltétlenül a te cikkeidet, vagy a Facebook bejegyzéseidet. Sokszor írsz olyan házakról, épületbelsőkről, a lépcsőházakról, udvarokról, van, amiben van. Egyébként én azt gondolom, hogy egy viszonylag jól ismerem a város, de engem is érnek rendszeresen meglepetések a te közléseid által. Tehát nem feltétlenül jutunk be ilyen helyekre. Ezt technikailag hogy oldod meg? Illetve miért gondolod azt, hogy, vagy hogy jönnek az ötletek, hogy oda be kéne lépni, oda be kéne nézni egy picit? Hát van, ami teljesen véletlenül adódik. Kóborlok, mászkálok, gondolkodom, sétálok, és megragad valami. Tehát ez az egyik. A másik, azért van nagyon sok olyan hely, meg épület van. Én mélyen szombathelyi vagyok, ezt most úgy értem, hogy mélyen szombathelyi, hogy gyerekkoromtól kezdve, tehát nem ilyen átutazó jelleggel sétáltam a városba. És mindig olyan voltam, mint egy ilyen film, amiben benn van a nagyítógép, tehát azt elrögzítettem magamba azokat a helyeket, vagy azokat az épületeket, és időnként előveszem a filmet, és előhívom. Tehát vannak kifejezetten ilyen útjaim. A bejutás pedig általában kétféle, vagy megkérek valamit, vagy ismerős által, vagy pedig konkrétan volt, hogy heteket vártam arra, hogy... Tehát van, amikor őrséget álltam valahol órákon keresztül, és ha jött valaki, vagy nyitva hagyott egy ajtót, és akkor azon én bementem. Nyilván magállakot nem sértettem soha, tehát, hogy nyilván, tehát azért mielőtt belemegyünk valami, tehát ilyen nem volt. Vagy pedig konkrétan megkértem valakit, akit láttam, hogy onnan jön, vagy köze van ahhoz az épülethez, hogy megtenné azt nekem, hogy egy 2-3 percet, vagy 5 percet engedélyez nekem. De nyilván ez különösen bérházak lépcsőházaiban, vagy pedig használaton kívüli gyár, telep, vagy volt, vagy jelenkori közintézményekre vonatkozik, amit most elmondok. Tele van ez a város rejtett zugokkal, ez a cikk sorozatodból, meg a Facebook bejegyzéseidből is kiderül, hiszen van egy csomó olyan épület, vagy tárgy, ami felkeltheti az ember érdeklődését, de rejtve van, egy udvarbelsőn van elhelyezve, nem tudunk róla. Hogyan jönnek neked a témák, mi alapján dolgozott fel őket? Én úgy láttam, hogy ez talán úgy épülhetett fel, és létszi erős is meg, vagy száfoly, hogy elkezdtél Facebookra fotókat készíteni, azt elkezdted kommentelni, és minthogyha ez egy tovább görülő volt ilyen is. Hó görgeteg lenne, ebből aztán szépen lassan jöttek a terjedelmesebb cikkek. Egyébként volt ilyen konkrétan. Tehát volt olyan, hogy valaki ezzel kapcsolatban tette egy hozzászólást, én nem tudtam, nézzünk utána, és akkor ebből jött. Ez az egyik megoldás. A másik az, hogy konkrétan érdekelt valami, és akkor nyilván különböző szakember segítőkkel, tehát nagyon sok embertől kértem én szakmai, vagy tettem fel szakmai kérdéseket, és segítettek, tehát most felsorolhatnék neveket. Legyek kedves. Például a Fejsz György például, aki nagyon sokat segített ebben. De voltak mások is. Tehát volt, ami konkrét, és akkor utána mentünk, megnéztük. Aztán van, ami teljesen véletlenül. Ez mi a fene, vagy tudom, hogy mi, csak akkor nézzük meg ennek a történetét, hogy véletlenül kapcsolódtam rá. Tehát ez nem egyfajta témakeresés volt, hanem valamikor megtalált valami hirtelen, valami témakeresés volt, és van, aminek meg jobban utána mentem egy már létező publikációnak mondjuk. Ezek beszélgetések, vagy van ebbe klasszikus kutató munka is, hogy felnyitod a könyvet, beülsz egy könyvtárba, hogy néz ez ki ez a felkészülés? Sokféleképpen. Hála Istennek, hogy léteznek könyvek, tehát vannak publikációk, amit megjelentek, például kiváló, most csak egyet mondok, a város egykori főmérnökének, a Bodányi Ödönnek, akinek a háza volt háza a Szilliános utcában van, kiváló monográfiát írt,
nem csak a városipari épületéről, hanem tulajdonképpen az egész városi fellendüléstől az 1880-as évektől egészen az 1920-as évekig, igen. Tehát az például egy remek forrásmunka. De például Léhen Gyulának is vannak. Tehát ezek hozzáférhető tanulmányok, könyvek, és van, amikor levéltári Gyuri barátomnak például többször volt, hogy e-mailt váltottunk, és konkrétan én, mint egy ilyen riporter, fölírtam a kérdéseimet, ahhoz hozzáírtam, hogy én mit tudtam meg emberektől. Olyan is volt, hogy szomszéd. Tehát, hogy félelmetes történetek is vannak. Tehát amikor szomszédok meg egyéb információk után egy örököshöz eljutottam, akitől aztán újabb információt kaptam, de olyan is volt, hogy én mondtam el neki olyan történetet mondjuk egy dédunokának, mert volt ilyen, amit ő nem tudott, mert a levéltárból meg egyéb forrásokból megtudtam, és ketten raktunk össze egy élettörténetet, az egy más családnak a történetét, amiben az egyik fél érintett. Elvileg. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes ez. Ja, és akkor én mindig például a Gyurinak, mikor ilyen kérdéseket feltettem, akkor mindig hozzáillesztettem azokat a megjegyzéseket, hogy erre figyelj, mert ez nem érdekes, az egy mellékvágány, hogy próbáljunk koncentrálni valamire, amit nem tudunk. Tehát ilyen is volt. De aztán volt, hogy különböző, a Balló Lacinak is írtam, mit tudom, messenger üzenetet, hogy figyelj, az tudsz-e valamit, mert stb. Aztán, de jó, majd eszembe jut. Amitől megvan az a sajátos íze a bejegyzéseidnek, az, hogy mikrotörténeteket dolgozol föl, vagy akár egészen nagy történetek is vannak ebben, de mindenképpen tényleg azok az emberi sorsok. Persze, az a koncepcióban benne van. Amiről beszéltél is a legelején, tehát nem épületekből indulunk ki, de azért nem csak száraz történeti, meg építészeti leírások vannak. Az könnyű vannak. Lenne, tehát, hogy az megoldható. Mik azok a történetek? Egyet-kettőt konkrétan megemlítve, ami hozzád legközelebb áll, legizgalmasabb volt, te fedezted föl, te jártál utána, vagy újdonságként értéged. Erről egy picit beszélj, légy szíves. Hát van több ilyen is. Most például itt nézem ezt de csak egy-kettőt fog megemlíteni, ezt a képet itt meg mögöttem, és akkor látom egyből a Velder téglagyár egykori területét, és ott látom, hogy ott voltak a vitézi házak ebbe a történetbe, és akkor ez egy marha izgalmas, hogy hogyan analogizál mondjuk egy 1930-as politikai helyzet és egy építkezés, és a kiválasztottak köre, meg mondjuk egy ideológia, hogyan reflektál a mai korra, vagy vissza, vagy most például ez egy érdekes történet volt, hogy hova tűnt, mit tudom én, itt volt utoljára, 39-ben volt Horthy Szombathelyen, és akkor az egyik fő vitézi házban, ami most is megvan egyébként, ott a Kárpáti Kelemben, meg az Árpád utca, azt hiszem annak a sarkán árulják egy telken egy másik házzal, nem tudják eladni, azt hiszem 70 millióért, tök mindegy. Ez is érdekes. És hogy például hova tűnt az a Horthy szobor, amit, mert egy ilyen haranglábat az most is megvan, annak az avatására érkezett. Nem szerett annyira Szombathelyt a királypártisága miatt, ugye ez megint egy másik történet, a IV. Károly sztori. Olyan is van, mert az erdődiek egy történetének egy részétből is írtam. Csak mondom, hogy minden mindennel összefügg, ugye. Na mindegy, és akkor hol lehet például az a Horthy szobor? Tehát azt például nem találtuk meg. De maga vitézi házaknak a története, vagy az az elv. Vagy hogy hogyan nyomoztam ki, hogy ugyanabban a házban már 12-szer voltam, és a Perles Robert nevű izraelita vállalkozó, aki az első modern tejcsarnokot csinálta a Szombathelyen, és elvileg annak az épületnek, vagy annak a teleknek meg kell lenni, és nem találtam. És hogy ez teljes lehetetlenség, minden megvolt, de aztán találtunk ilyen óvóhely tervrajzot. Hát ez helyileg ott van. Akkor régi fotókat nagyítottam, hogy hol lehettek bombázások, Fokhi, akkor induljunk el a Kisfaludi utcából, itt van a múzeum, az egykori kultúrpalota, ott a sarok épület megvan, hoppá, ott egy telek,
hogy akkor ott lehetett a bejárat, stb., az ugyanaz a ház, stb., akkor ment a matek, és mindig ugyanazt a Kisfaludi 17, mindenhol a matek, mindenhol ugyanaz jött ki. Bementem 100-szor a Kisfaludi 17-be, gyönyörű Rauscher Miska tervezte bérház, most szociális izék, bérlakások vannak. Látom, az egy nem, ez nem lehetett ott a tejcsarnok. Mi a szar, hol van? Fölmegyek, nem? És fölmentem egyszer a gangra, már nem tudom hányadszor, és akkor látom, hogy ott van valami egy ilyen egy pici kis ajtó a teleknek a végén, ami így beszűkül majdnem V-alakba a telek befelé. Na lemegyek, akkor ott láttam, az is érdekes volt, hogy még egy udvari WC, akkor ott lehetett egy cselédlakás len, az megvan, és az összeszűkülő ajtó, ami nem lehetett bemenni, és látom, hogy az egy magánterület, de nagyon szűk, és rá van épülve Veselényi utcai belső telkeknek, meg a Széll Kálmán utcai másik házak belső telkére rá van nyomulva valami. És az is egy ilyen érdekes. És fölmentem, még egyszer megnéztem, fölálltam valamire, ott már majdnem kiestem a lépcsőről a gangon, és akkor ott kitárult. Tehát ugye beépítették szépen, és akkor a Kisfaludi szálló mögötti rész, és valószínű tényleg azon a foghíjon, tehát a lovaskocsinak a bejárata, az ott lehetett a Veselény és a Kisfaludi sarkon van egy ház, vagy kettő ház, és akkor utána, és hát meglett a Perlesz Róbert egykori tejcsarnoka, ami most semmi, egy sima átépített magántelken lévő magánház. Ami még nagyon jelen. De mondjuk ez csak egy tő, de több ilyen volt. Csak mondtam, hogy ez nagyon izgalmas nyomozás. Hát, ha eszedbe jut, és azt hittem meghűlök, hogy mondom, oké, megvan, így is meg lehetne jelentetni a sztorit, de mondom, legalább egy fotót is akarok, és nekem meggyőződésem, hogy az megvan még. Mondom, jó, megírom, hogy volt egy ilyen, elképzelhető, hogy más is megírta, meg az utána lehet menni, tényleg volt ilyen. És ki a szart érdekel, tejcsarnok. Egyébként érdekes, olyan szempontból az a sztori is, hogy az első tejüzem az például Szombathelyen volt az országban. Tehát mondom, meg lehetett volna az egész cikket írni, így is érdekes lett volna, de úgy, hogy... Az a pici plusz az kellett. És az a pici plusz az... És még telefonszámot is találtam, a régit. Tehát, hogy érdekes. Amit még pici pluszként érzékelek, nem is biztos, hogy pici plusz, hogy azokkal az anyagokkal, amikkel foglalkozol, valahogy nem csak a patinás épületek, meg a nagy történetek vannak, hanem az a pici kopottság. Nem, a kis történetek vannak. Az a pici kopottság, az a kicsit elhanyagolt épületrészek, a szlömösödés, az elhagyatottság, a romosodás, ezeket úgy érzékelem a cikkeidben, hogy ezeket nagyon izgatnak téged, vagy szereted ezeket felfedezni. Én szerintem ez konkrétan ezt éljük. Lehet, hogy van egy lesújtó vélemény a világról úgy általában. Pont így kopunk. Az életünk értelme, a közösségek, most ez tök mindegy, létezhetnek üvegpaloták, meg mit tudom, most is hasítanak emberek látszólag, meg minden modernizálódik, ez így is van, de alapvetően az ember, mint ember, az pont így kopik. Ennyi. Tehát, hogy, és ez nekem tökéletes szimbólumba és tökéletes analógiába maga a épületekbe, vagy ezekbe a történetekbe. Viszont valahol én azt is érzem, hogy a szépséget is megtalálod ezekben. Kell is. Hát különben, hát akkor már maradék mi értelme lenne. Sokfelé megfordultál az országban, Budapesten is tanultál, dolgoztál Zalaegerszegen, Győrben, de mégiscsak szombathelyi vagy. Így viszont van tapasztalatod más városokról. Miben fognád meg Szombathely egyediségét, mint város? Hú, de érdekes kérdés ez. Nem is biztos, hogy tudok válaszolni. Akkor úgy kérdezem, hogy számodra Szombathely az mit jelent? Hát még mindig nyilván az életemet is jelenti, meg titkokat, még mindig rengeteg titka van. Ugye most két olyan városhoz tudnám hasonlítgatni, amiben többet éltem. Mondjuk Egerszegen voltam, ott 8 évet voltam, színházban 7-8 évet voltam Győrbe.
Most próbálom így definiálni, hogy mibe. Egerszeg az nyilván van egy nagyon pici kis és nagyon elszórva megmaradt ilyen mezővárosi kis pici sejtek, amire nyilván rányomult, ami már nekünk megint izgalmas már 2023-ban, rányomult egy ilyen szocialista optimizmus alapján felépült 60-as évekbeli lakótelep halmaz, ami viszont nem egyértelműen negatív, mert abban én látom az olajipar, mit tudom én, a vegyipar, a tungsram, a kaola, stb. Ezeknek az optimizmusát, és úgy új életet kezdenek, mit tudom én, faluról, vagy tanyáról, vagy az alai szórvány településekről egy új lehetőséget kapó emberek, ezekben a fürdőszobás, lakótelepi, és ott mindig azt mászkáltam, és mindig éreztem egy ilyen, hogy biztos, hogy azoknak az embereknek ott volt egy ilyen pozitív újrakezdési hangulata, hogy mit, és akkor magam előtt látom ezt, amit még elcsíptem a 70-es évekből, ezt a viszonylag nyugodt játszóterező kiskocsmákba sörözgető hétvégén a zalakockát és a minyont megvásárló családapukáknak, akik itt a szabad napon, vasárnap levitték a szemetet, és közben megitta a két fröccsöt. Tehát, hogy ez az egész, ez Zalaegerszeg ilyen, és közben mondom, van nagyon izgalmas kis mezővárosi kis sejtjei. Győr az hihetetlenül sokféle. Van egy 20-as, 30-as évekbeli, sőt mondjuk azt mondom 19.-20. század fordulóján egy ilyen ipari boom. Azoknak az ipari boom mellett még egy azért az esztétikára vagy az emberi léptékre odafigyelő korabeli. Tehát ez most ilyen 80-90-es évekről beszél, 80-90 évvel ezelőtti ipari lakónegyedekről beszélünk, ami egy külön világ. Aztán ott van Sziget, Kossuth utca környéke, az egykori zsidó kereskedő negyed, ami szintén egy teljesen más világot, egy más hangulatot, egy más szemléletet hoz be. Nyilván van a barokk belváros, ami még messzebb visz az időbe, ami egy ilyen ékszer dobozként szépen csillan, jól funkcionál, és van a 70-es, 80-as évek Horváth Ede féle, vagy hát mondjuk az volt a szimbóluma ennek a fellendülésnek, egy ilyen kicsit már a mai kor előszobájának lévő boom hangulat. És ez mind együtt zúdul az emberre, hogyha nagyon odafigyel. És akkor Szombathely miben különbözik, hogy ez teljesen adhok módon, mert úgy alakult, amiről beszéltem most a két másik városról, ez mert itt a Károly Antal féle tervezett területen megvalósul itt, ahol vagyunk. Megyek 150 métert, és a Király utcában már megint valami veselényi. Tehát, hogy azt mondom, az izgalmas és titok, nyilván az életem, mert ide valós itt születtem, ide raktam le a voksot. A másik pedig, hogy majdnem mindennek valamiféle teljesen zagyva, adhok, puzzle-val össze nem rakható elegyét látom, ami viszont egyrészt fájó, másrészt viszont rendkívül inspiratív is. Úgyhogy, na, bocsánat, csak próbáltam én is összerakni, hogy valami értelmes választ adjak a kérdésedre. Az előző podcast vendégünk Sütő Gabriella volt, a város főépítésze, és ezt úgy fogalmazta talán meg, hogy igazán karakteres jegye nincs a városnak, viszont sok minden apró összetevőből egy nagyon izgalmas elegy adódik. De jó, és igazából ezt mondta? Hát igen, gyakorlatilag más szavakkal, de te is ugyanezt írtad. Akkor az, ugyanezt mondtam, igen, csak nem tudtam ilyen szépen praktikusan megfogalmazni. Viszont azért minden városnak, vagy minden településnek kéne, hogy legyen identitása. Ezt miben látod? Az itt élő közösségekben, a település részekben, a történetekben, a város történetében? Történetekben látom, és az itt élő emberek identitásában. Másban már nem nagyon tudom.
az a jövő, illetve nyilván nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, de szerintem ez egy marha nagy feladat a jövő emberének itt. Viszont ezekben te is ugyanúgy tudsz formáló lenni, talán ezekkel a bejegyzésekkel és történetekkel, amikre viszont azt mondtad, hogy még számtalan titkot rejt a város, a felfedezni valót. Viszont amikor elkezdtük a beszélgetést, azt mondtad, hogy ez a helytörténeti kutatás egy picit neked most már réginek tűnik. Ja, olyan jó pár hónapja volt, és most nyilván az ember mindig újabb feladatokba most szakmabeli feladatokat látok el éppen, és olyan sok időm nincs erre. És igen, olyan furcsa, hogy én is már úgy visszatekintek rá, hogy ilyen is volt, de nyilván ez időről időre elkezd zaklatni engem, és nyilván visszatérek még ehhez. Tehát akkor ezt nem zártad le? Nem, hát meg nem mondj ilyet, hogy soha. Csak most történtek dolgok velem az utóbbi időszakban, azt is meg kellett oldanom, ez más kérdés, és most olyan szakmai feladatok halmozódtak fel a következő pár hónapra, hogy muszáj arra koncentrálnom, és kicsit ez most zárójelbe kerül. Nyilván fotók most is időnként készülnek, és azokat rakom. Történetekkel meg majd lehet, hogy elő fogok állni majd egy kicsit később. Ami most eddig felhalmozódott, azzal olyan típusú terveid nincsenek-e, hogy megjelentesed mondjuk egy kiadványban, összegzed? Hát ha van egy kiadó, és mondjuk hajlandó gázsit is fizetni érte, akkor természetesen nem fogok házolni senkinél. Tehát, hogy annyi mindenki jelentett meg különböző könyveket. Ha valakit érdekel ez a dolog, tessék megkeresni, és vagy meg tudunk egyezni, vagy nem, és akkor nagyon-nagyon szívesen, természetesen. Én nem fogok így, hogy itt vagyok, hát ez így nem. Viszont ez a beszélgetés, ez lehet egy figyelemfelhívás arra, hogy akár egy kiadvány is megjelenjen. És még van anyagom is, ami még nem is jelent meg, tehát azt parkíroztatom. Annak a megjelenésére pedig feltétlenül számítunk, hiszen nagyon-nagyon érdekes és izgalmas történetek. Aki friss történettel mostanában nem tud találkozni, hiszen más feladataid vannak, azoknak azt javaslom, hogy a Facebook oldalát nézzék Kelemen Zoltánnak, vagy pedig a nyugat.hu-n a cikksorozatodat mondom a címét, mert onnan könnyen meg lehet találni. Szombathely elfeledett épületei, és 16 rész jelent meg. Tehát, hogyha ezt nyilván bármilyen keresőbe valaki begépeli, akkor szerintem megtalálhatja. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszélgethettünk. Ígérem, hogy a Szombathelyi Televízió vendége színművészként is. Hát talán lesz olyan feladatom, vagy leszek olyan érdekes, hogy bízunk. Hamarosan. A nézőktől, hallgatóktól most elköszönök, egy hónap múlva újra találkozunk a Kolónia Podcasttel, az Agora Szavárja Podcaston.